fiatal, akkor mindig nagyon érdekes és vicces jelenetek születtek. Igen, és ha már Demszkinél tartunk, nem tudom, te hogy vagy vele, de nekem egyedül a 4-es metró jut eszembe róla, de hogyha itt a 20 éves pályafutását te elpörgeted magadban, akkor mi az, ami Demszki Gáborról eszedbe jut? Demszki Gábor? Hát akkor Mutyi, korrupció, és azok a fránya Demszki oszlopok, amiknek igazából a funkcióját nem értem, viszont nagyon idegesítőek. Igen, és a ténykérdés az is, hogy a Demszki Gábor és SZDSZ-es haverjai alatt a főváros gyakorlatilag inkább visszafejlődött sem, mint előre. Úgyhogy szerintem megérne egy riportot az, hogy a Demszki érát felelevenítsük, már csak azért is, mert bejelentette, hogy újra visszatérne a politikába. Én benne vagyok. Szóval egy lapot kérhetünk? Csak kíváncsiak vagyunk, hogy mit osztogat az embereknek. Nem osztogatok semmit. De hát láttunk ott egy lapot, és az mi? Mi? Kutyafüle. A kutyafülét osztogatja az embereknek? Igen, magának a kutyafüle. És összezavar Demszki úr. Igen. Ez a célom. Akkor kaphatunk egy ilyen lapot? Csak annyira kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi lehet azon a lapon. Én magára nem vagyok kíváncsi. Na! Nem vagyok kíváncsi magára. Nyugodjon meg, de menjen el. Nyugodjon meg. Menjen el. Demszki Gábor gondolat és viselkedés világából az április 8-ai országgyűlési választás napján kaptunk ízelítőt. Az egykori főpolgármester szamizdatot osztogatott a voksolásra váró embereknek. Már ekkor érezhető volt, hogy Demszki Gábornál nem teljesen kerek a történet. Azonban ezt is tudta fokozni egy nemrég adott interjúval, ahol többek között arról is beszélt, hogy visszatérne a politikába, főpolgármester is lenne. Sőt, egy ország ismerhette meg különös válfogását, amitől minden nő elalél. A Demszki Gábor és a balliberális holdudvar értelmiségi körök azt szeretnék, hogy továbbra is a Fidesz-KDNP jelöltje legyen a polgármesteri székben Budapesten, legyen az Tarlós István vagy bárki más, akkor egy nagyon jó recept ehhez az, hogyha Demszki Gábort elindítják és támogatják az ilyen jellegű ambíciói tekintetében. Ilyen múlttal ismételten bejelentkezni bármilyen politikai vezetésre, most egy hiú ábránnak mondható, Demszki Gábor nincsen tisztában a politikai realitásokkal, maga a neve, tehát az, hogy Demszki Gábor, ez kijelenti valaki, ez szinonimává vált Budapest lezülesztésével. Hosszú út vezetett addig, hogy Demszki vízzel próbáljon lespriccelni, gyűrött ingben, sörös dobozban rejtegetett szamizdatokkal a kezében. Ezeket a képeket elnézve nehéz elképzelni, hogy egykor ő volt Budapest első embere. 1988-ban alapították meg a Szabad Kezdeményezések hálózatát, amelyből később az SZDSZ lett. Demszki erős ember volt a párton belül. 1990-ben őt jelölték Budapest első emberének. A főpolgármester választást meg is nyerte, és egészen 2010-ig betöltötte ezt a posztot. Próbálnék komoly fejlesztésekre gondolni, de sosem nem jut eszembe semmi. Az jut eszembe, hogy dudált Demszki Gábor a budapesti kátyuknál, amikor egy civil mozgalmat szerveztek annak érdekében, hogy így hívják fel a figyelmet arra, hogy milyen állapotban vannak a budapesti utak, és a főpolgármester, aki felelős lett volna azért, hogy olyan állapotban hozza Budapest utcáit, hogy azokon autóval közlekedni lehessen, nem ezt tette, hanem beállt a tudálók közé, ez például egy emblematikus megmozdulása volt a ex-főpolgármester úrnak. Demszki Gábor 20 éves főpolgármesterkedését folyamatos botrányok övezték. Már 1994 óta 4-es metróval kampányolt, és nyerte a választásokat. Miközben a beruházás csak 2014-ben a Fidesz kormány és Tarlós István főpolgármestersége alatt készült el. A Demszki érát leginkább jellemző 4-es metró építéséről később kiderítette az Európai Unió csalás elleni hivatala, hogy a 452 milliárd forintos költségekből 272 milliárd forint korrupció gyanús. Korábban erről is kérdeztük Demszki Gábort. Megkérdezhetjük, hogy mit gondol az Olaf jelentésről? Nem kérdezheti meg, nem nyilatkozom. Én csak arra lennék kíváncsiak, ugye, hogy a kiszik... Egyetlen mondatot mondani. Azt, hogy addig, amíg a teljes Olaf jelentést, Tarlós István, akinek ott van a jelentés, elismerten ott van nála, nem teszi közé, addig mindenki azt mond, azt ír, azt nyilatkozik erről, amit akar. Én követelem, nyílt levélben követelem, és akár elmegyek ezzel a keresettel a bíróságra is,
segítségül veszem a jogvédőszervezeteket, hogy adják közzé, tegyék közzé a jelentést. A jelentés aztán nem sokkal később nyilvánosságra került, bárki elolvashatta. Ekkor is felkerestük Demszkit. Tiszteletem, Demszki úr, jó napot kívánok! Echo Televízió Informátor című műsorától jöttünk, és csak arra lennék öntől... Köszönöm. Csak arra lennék önöktől... Bocsánat, csak ne szúrja ki a szem, legyen kedve. Minden jót. Csak arra lennék öntől kíváncsi, hogy mit gondol az Olaf jelentésről. Minden jót kívánok. A 4-es metró. Minden jót. Nagyon szeretem magát. Bocsánat, csak, nagyon, csak nagyon. Ne csinálj ezt, mert ez nagyon... Nagyon. Most légy szíves, nyisd ki az ajtót. Bocsánat, csak. Most jó? Most jó? Jó? Csak. És mondom, jó. Csak az Olaf jelentésről mit gondol, jaj, a 4-es... Jaj, amit ön! Az biztos nem. Ha nem akarja, hogy felvegyék, úgy, akkor hogy miért? Az Olaf jelentés már sok ideje volt elolvasni, áttanulmányozni. Úgyhogy mondják el azt, amit önök gondolnak. És ön volt a főpolgármester azokban az időkben, amely... Ez az első igaz mondat, amit mondott. Amely időben milliárdok tűntek el. Hol vannak ezek a milliárdok? Most... Csak engedjen be! Úgy, most jó. Mondjuk úgy finoman, hogy az általában gyanú szokott lenni, ha valaki ennyire kerül egy témát. Sok mindent nem köszönhetnek a budapestiek a Demszki érának. Láthattuk ugye, hogy 20 év alatt számtalan, rengeteg elmaradt fejlesztés, soha el nem készült beruházások köthetők az egész Demszki érához. Ugye ennek egyik jellegzetes szimbóluma volt ugye a 4-es metró is, amelyet 20 év alatt nem tudtak véghez vinni a szocialista, liberális városvezetéssel, illetve az akkori kormányzással egyetemben. A tömegközlekedésnél maradva, Demszki Gábor főpolgármestersége idején számtalan egyéb korrupciós ügy is átszőtte a BKV-t. Valószínűleg mindenki emlékszik Hagyó Miklósra, a Nokia-s dobozra, a kenőpénzekre és a 100 milliós végkielégítésekre. Persze Demszki ebben az esetben is mindent tagadott. Megkerestük egyébként Hagyó Miklóst is, hogyan gondol vissza azokra a régi szép időkre, azonban nem kívánt interjút adni. Viszont a jogban rendkívül jártas, volt szocialista főpolgármester helyettes, egyből perrel fenyegette az Informátort, ha bármit is leadunk a telefonbeszélgetésünkből. Nem csak Hagyó járta meg a börtön Demszki környezetéből, hanem Mesterházi Ernő is, aki a főpolgármester tanácsadója volt. Vannak más szimbolikus ügyek is, mint például a 2006-os rendőrterror, amit követően Demszki Gábor személyesen tüntette ki Gergenyi Péter akkori rendőrfőnököt. Ezért kapta a tojásokat Demszki Gábor, és vélhetően ekkor alakult ki fura kötődése az esernyők önvédelmi eszközként történő használatához. A volt főpolgármester azzal is borzolta a kedélyeket, hogy 2004 környékén 100 milliós nyaralót építetett magának a horvát tengerparton. A villa a mai napig megvan, sőt, miután nyáron összeházasodott 5. feleségével, itt töltötték a nászutat, amelyen jelen volt Heller Ágnes is. Nagyon kellemes volt, de miközben a horváthoz. Hát, hogy mit csináltak ott? Megfogta a vállát esetleg Demszki Gábor? Nem. Ha erre gondol, nem. Dani, érdekes, hogy Demszki Gábor főpolgármesteri székben a legvadabb SZDSZ-es és liberális körből érkezett. Igen, sőt a hozzá közelállók szerint ő liberálisabb a liberálisoknál is, hiszen mindig is jobban érdekelte a művészet, a kultúra, a fotózás, mint mondjuk a villamos vagy a metróhálózat kiépítése. Igen, valószínűleg a fő feladatokat ezért szervezte ki például Hagyó Miklósnak, Atkári Jánosnak vagy Mesterházi Ernőnek, hogy csak a legnagyobbakat említsük. Igen, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy BKV ügyekben nagyon könnyen át is tudták húzni ezek az emberek. Tipikus Demszki megoldás ez is, már értem a kombinó sztorit is. Demszki Gábornál tulajdonképpen a legdrágább tender nyert a legrosszabb kivitelezéssel. De nyugodj meg, azzal is jól járt valaki. Demszki Gábor SZDSZ-es politikusként a szocialistákkal közösen vezette a fővárost. Ebből természetesen rengeteg konfliktus született a két párt, illetve a fővárosi frakciók között. A legélesebb vita talán 2000-ben volt, amikor Demszki az SZDSZ elnöke lett, és úgy ekészte az MSZP-t, hogy közben a szocikkal együtt irányította a fővárost. Demszki Gáborról szerettük volna megkérdezni régi pártársait, illetve politikus társait is.
azonban komoly falakba ütköztünk. Demszky témakörben a liberális közeg a mai napig összezár. Egy interjút a volt főpolgármesterrel kapcsolatban készíthetnénk önnel? Hát nem, mert én külföldön vagyok, és egy hét múlva megyek haza, de utána se nagyon. Csak, mit gondol arról egyébként, hogy Demszky Gábor bejelentkezett politikai ambícióiról beszélt egy interjúban? Semmit. Hát csak az mégis a régi harcostársak együtt politizáltak. Köszönöm szépen, hogy hívott, viszonthallásra. Viszonthallásra. Demszky és Kunce Gábor nem igazán ápoltak jó kapcsolatot. Ahogy nem volt túlságosan jóban a volt főpolgármester, Pető Ivánnal sem. Mit gondol arról, hogy Demszky úrnak újabb politikai... Hát, ha gondolok valamit, nem kívánom megosztani. Hát pedig mi nagyon kíváncsiak lennénk az ön gondolataira. Én is sok mindenre kíváncsi lennék, amit nem tudok meg, úgyhogy maradjunk ennyiben. Köszönöm szépen! Minden jót, viszonthallásra! Nem volt ennyire mérges, de jónak sem nevezhető a kapcsolat Demszky Gábor és Magyar Bálint között. A volt oktatási miniszter sem akart beszélni Demszkyről. Nem kívánok ebben a műsorban részt venni, és a, hát a önök tévéjével sem különösebben, úgyhogy... De miért? Mi a probléma hát, a műsorral? Uram, azt nem, ezt nekem nem kell kifejtenem, ez a de miért? Hát csak saját eltöntésem, jó? Ja, csak kíváncsi lettem volna, jó, hogy köszön. A kritikát meghallgattuk volna, de akkor... Jó, akkor ez majd máskor. Jó, köszönöm szépen. Minden jót, viszonthallásra. Ha Demszky Gáborról van szó, akkor egykori főpolgármester helyettese Horváth Csaba sem akar kamera elé állni. Nagyon szépen köszönöm, de én ezt most kihagynám. Ja, és miért? Ja, nincs semmi különösebb oka, csak nem szeretnénk egy ilyen folyamatban most részt venni. Demszky Gáborról tehát volt harcostársai nem beszélnek. Az, hogy ez most már cikkinek számít, vagy bajtársiasság lehet a háttérben, senki nem árulta el. Demszky Gábor már 8 éve nem főpolgármester, az SZDSZ meg is szűnt, a szabad madarak puhán landoltak. Ugyanakkor milyen érdekes, Dani, hogy ez az SZDSZ-es szellemiség ez a mai napig velünk él itt a magyar közéletben. Szerintem a 90-es évek elején annyira meg tudtak erősödni, ez a kulturális gondolatvilág annyira nagy teret nyert Magyarországon, hogy látjuk a mai napig is kitart, de egyébként nagyon érdekes felvetés, járjunk is utána. Amikor a kommunista rendszer kezdett összeomlani, és elindultak a tiltakozó mozgalmak szervezett ellenállás a kommunista rendszerrel szemben, akkor nagyon gyorsan egy szűk csoport próbált az élére állni ennek a tiltakozásnak. Ez a szűk csoport egy belvárosi értelmiségi szűk csoport volt, akik liberális értékrendet vallottak. Az akkor még szűk csoport szépen elkezdett növekedni, és 1988-ban megalapították a Szabad Demokraták Szövetségét. Célkitűzésük egy antikommunista liberális államrendszer kiépítése volt. Már akkor ott volt Demszky Gábor, Pető Iván és Magyar Bálint. Azonban 1994-ben a liberálisok a szocikkal szövetkeztek, melynek eredményeként létrejött a Horn kormány. Hogy jutottunk el akkor odáig, hogy ezek az antikommunista liberálisok közösködjenek azzal az MSZP-vel, aki az MSZNP pártnak a leszármazottja? Súlyos hitelességi válságról van szó, ezt akkor 89-ben még csak nagyon kevesen sejtették, 94-ben meg már mindenki tudta, hogy itt valójában nincs szó antikommunizmusról, ez egy politikai érdekből felvállalt pozíció volt. Éppen ezért mondtam, hogy a 60-as években már balról támadták a kommunista rendszert, maoisták voltak sokan ezen a liberálisok közül, és kibújt a szög a zsákból, pár évvel a rendszerváltozás után az állítólagos antikommunistákból prokommunisták lettek. A közös politizálás annyira nem jött be, mert 1998-ban a koalíció elbukott, elvesztette a választásokat a Fidesszel szemben. Azonban 2002-ben sikerült ismét együtt kormányt alakítani az MSZP-nek és az SZDSZ-nek. A Megyesi kormány első nagy botránya az volt, hogy kiderült, a volt miniszterelnök D-209-es ügynök volt. Majd következtek a Gyurcsány kormányok, Gyurcsány Ferenc és Demszky Gábor parolázása. A nagy boldogság aztán szépen lassan elmúlt. Őszödi beszéd, 2006-os rendőri túlkapások, korrupciós botrányok, gazdasági válság, politikai bukás, majd belharcok. Egész egyszerűen az a helyzet, hogyha egy pártnak nincsenek választói, akkor hiába van pénze, hiába van befolyása,
előbb-utóbb elveszíti az államhatalmi eszközöket is, és utána egész egyszerűen nem lesz rá szükség. Az SZDSZ megszűnt, azonban a mai napig olyan érzésünk van, mintha a szabad demokraták szellemisége még mindig itt lenne velünk. A hálózat ma is létezik, ennek a hálózatnak a politikai pártja tűnt el, illetve egy-kettő kísérlet volt valami fajta politikai párt létrehozására, mert bizonyos értelemben a demokratikus koalíció is egy liberális párt, büszkén vállalja ezt. A Párbeszédtől kezdve az Együttjön át, sorolhatnánk Bokros Lajos Modern Magyarországáig sok-sok kezdeményezést, ami ezt a politikai képviseletet akart ennek a hálózatnak adni. Ezek kudarcos kísérletek voltak, tehát jelenleg nincs sikeres pártja ennek a hálózatnak, de a hálózat létezik. Demszky Gábor főpolgármesteri ténykedése hiába ért véget már 8 éve. A politikusokban a mai napig erősen él. A parlamentben kérdeztük a képviselőket. Ha lett volna elszámoltatás, akkor most nem jelentkezne maximum beszélőre. És mit gondol arról a 20 évről, amit tevékenykedett a fővárosban? Hadd ne minősítsem most egy másodperc alatt, nagyon sok mindent tudnék mondani, de a választók erről döntöttek szerintem 2010-ben. Hogyha én azt mondom Demszky korszak, akkor önnek egyébként mi az első, ami eszébe jut? Abszolút negatív asszociációk, és azok a budapesti beruházásoknak nevezett, álláspontom szerinti korrupciós mechanizmusok és ezek tömegei, ahol látszólag befektetések történtek Budapesten, gyakorlatilag pedig kitalicskázták a pénzt a városból. Az egykori szövetségesre ma már nem annyira vidáman emlékszik vissza Hiller István sem. Felmelegítve csak a káposzta jó. És egyébként Demszky Gábor 20 éves tevékenységéről mit gondol? Az ételreceptemet elmondtam. Kocsis Máté 2006-tól a Fidesz-KDNP frakciószövetség tagja volt a fővárosi közgyűlésben. Azaz a legdurvább Demszky korszakot testközelből láthatta a városházán. Demszky Gábor ugye 1990-től 2010-ig Budapest első embere volt. Mit köszönhet a főváros Demszky Gábornak? Hát nehéz kérdés. Az ország történetének legnagyobb korrupciós botrányát mindenképpen. Hagyó Miklóst mindenképpen köszönheti Budapest Demszky Gábornak. Azt is, hogy 2010-ben elment a város éléről, azt szerintem azt köszönheti leginkább Budapest. Meg hát most legújabban azt, hogy megismerhettünk egy olyan érintési formát, aminek nem lehet ellenállni, hát amire Demszky ráteszi a kezét, az valószínűleg el is fekszik, úgyhogy szerintem ezeket különösebben neki köszönhetjük. Demszky Gábor tönkretette a budapesti tömegközlekedési hálózatot. Nem sikerült megépíteni a 4-es metrót, a 3-as metró felújítása is elmaradt, és akkor a város épületeiről, tereiről ne is beszéljünk, hangsúlyozta Kocsis Máté. A Fidesz frakció vezetője szerint emiatt nem is csoda, hogy a korrupció és a Demszky Gábor vezette főváros összefort. Ha arra gondolunk, hogy a Demszky korszakban az a Horváth Csaba, az a Steiner Pál, az a Humva György vezették a várost, akiket szerintem nem kell különösebben a magyar választóknak, de a bűnüldöző szerveknek sem bemutatni, akkor azt gondolom, hogy Demszky és a korrupció fogalma az egy és ugyanaz. Az pedig, hogy most bejelentkezett, és örömteli hír, hogy Kennedy János lakásán kutató, központ és butik is lesz majd, és bejelentkezett újra várost vezetni, az szerintem egyenértékű azzal, hogy Gyurcsány Ferenc bejelentkezett újra az ellenzéki vezetői szerepre. A baloldal jelenlegi állapotáról nagyon-nagyon sokat elárul, hogy Gyurcsány Ferenchez és Demszky Gáborhoz kénytelnek visszanyúlni. Budapest már egy tündöklő világváros lett, ahol jól érzik magukat az itt élők, és soha nem látott mennyiségű turista érkezik. Budapest az elmúlt években folyamatosan épült, szépült, és ez történik a mai napig is. A budapestiek megtapasztalhatták, hogy milyen hajókezekben van egy város. Emiatt érthetetlen, sőt, értelmezhetetlen Demszky Gábor azon kijelentése, hogy ő visszatérne a politikába. Természetesen erről szerettük volna megkérdezni a volt főpolgármestert is. Demszky úr, arra lennék öntől kíváncsi, hogy Ne is folytassam. Milyen politikai ambíciói vannak a jövőben?
Hát például az, hogy ne beszélgessek magával, meg az Ekko TV-vel. És arról a híres válfogásról, tudna valamit nekem mesélni? Nem vagyok benne biztos, hogy Demszky Gábor jelenlegi állapotában képes lenne egy ilyen nagy felelősséggel járó pozíciót betölteni, és akkor most nagyon diplomatikus voltam. Demszky Gábor hiába szeretné, politikai pozícióra már alkalmatlan. Viszont szamizdatot osztani, illetve az Ekko TV nézőit szórakoztatni kiválóan tudja. És a válfogásról se feledkezzünk meg, amelytől a nők egyből szerelmesek lesznek. Ebből kapott ízelítőt Ferkó Dániel munkatársam is, még a CEU melletti egyik tüntetésen. Szerencsére Dani férfi, így nem volt rá hatással Demszky érintése. Nem, kérem, megint.